Matilda vagyok, és a mai videó a szeptemberi összegzésem lesz, hiszen már vége van a A szeptembernek is, szerintem mennyiségre nem olvastam többet most szeptemberben, mint az elmúlt hónapokban, viszont viszonylag hosszú könyveket olvastam, amiket be is fejeztem, amire irdatlan módon büszke is vagyok. Úgyhogy ezek mellé pedig egy-két rövidet még beszúrtam, úgyhogy akkor nézzük is, milyen könyveket olvastam ki a hónapban. És természetesen próbálom nem leinni magam szokásomhoz híven. Föl kell nyomnom talán az unikornist, megnézzük milyen, hogyha fölnyomom. Hát nem sok látszik szegényből, de nem baj, most átkerültem oda, mert a könyvfesztes dolgaimat föl kellett valahogy varázsolni a polcra. Az első könyv, amit kiolvastam szeptemberben, igazából két könyv, de egy könyv, csak két kötetben. Ez Theodora Gosztól az Alkimista lányának különleges esete című... Esetei? Esete című könyv folytatása. A különleges hölgyek európai utazása és első kötet és második kötet. Ez egy ilyen irdatlanul masszív könyv, és amúgy fun fact, ugye a könyvfesztiválon volt Theodora Gosz dedikálás, és én ugye vittem is a könyveket dedikáltatni, úgyhogy... Bocsánat, Theodora Gosz ide írta alá az elejükbe. És a fun fact, ugye, hogy beszéltük, hogy ott pont amikor én dedikáltam, akkor ott beszéltük, hogy mert ugye magyarul két kötetre lett szedve, mert hogy nagyon-nagyon vaskos lett volna egyben, és pont mondta Theodora Gosz is, hogy egyébként ő is eredetileg két kötetben szerette volna, hogy ez a sztori legyen, tehát hogy két könyvként, de a kiadó ragaszkodott ahhoz, hogy egy legyen. Úgyhogy Magyarországon megoldották, hogy kettőben legyen ez a rész. Igazából ebben a sztoriban inkább csak az első részt mutattam, jó? Ez így egyszerű, mint kettőt föltartani. Ez egyébként egy 900 oldalas monstrum. Ebben a sztoriban az Athéné klub, ami ugye megalakul az első könyv végén, elindulnak egy ilyen európai körútra gyakorlatilag, amelynek során, és hazaérkezett anyukám, szóval egy ilyen európai körútra indulnak ezek a különleges hölgyek, mert az előző rész végén ír nekik egy Lucinda Van Helsing nevezetű lány levelet, és őt elrabolják, és őt szeretnék megmenteni, és ehhez elindulnak egy ilyen európai körútra, amelynek során igazából vannak Franciaországban egy kicsit, de főleg Bécs és Magyarország a helyszín, egy picit Grác környéke, azt hiszem. Úgyhogy ez egy ilyen kis európai túra, ugye eredetleg Angliából indul ki a sztori, és hát továbbra is hoz be a történet újabb ilyen klasszikus alakokat, mint mondjuk Dracula előkerül benne, vagy a vámpírok, és nagyon-nagyon élveztem azt, hogy Magyarország is egy viszonylag nagy fókuszt kapó helyszín volt benne. Ugye a borítón látszik is tök jól, ugye itt a Lánchíd, meg a Parlament, szóval a borítón is elég hangsúlyos Budapest. Nagyon szeretem ennek a sorozatnak egyébként a borítóit. Nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet. Ahhoz képest egy 900 oldal, tehát ez elég sok, és nagyon régóta halogattam pont emiatt, mert nagyon-nagyon féltem, hogy milyen lesz, mert tudom, hogy az első részben volt egy pont, amikor kicsit elült a sztori, de nagyon izgalmas volt, nagyon tetszett, és nagyon élveztem, hogy így utaztunk körbe Európába, főleg, hogy Bécsben is, én most már mostanában járok többet, rokonlátogatás céljából, és ezért tök örültem, mikor voltak olyan helyszínek, amiket fölismertem a könyvben, hogy itt jártam, ezt tudom, hogy néz ki, ezt el tudom képzelni. Úgyhogy nagyon élveztem ezt egyébként, ezt a könyvet, így a kettőt egyben ugye, a Metropolis Media kiadótól kaptam még recenzióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer. Nagyon-nagyon tetszett, és nagyon-nagyon várom a harmadik befejező részét, mert ugye ez egy trilógia lesz, és még egy rész hátra van, úgyhogy nagyon remélem, hogy az is meg fog jelenni magyarul. Aztán mutatom még azt, amit tudok mutatni. Ez egy nagyon jó mondat volt. Ez Leigh Bardugótól a Ninth House, 9. ház. Erről van BookTube könyvklub kibeszélünk, mert ez egy közös kötet volt. Illetve nekem van egy olvasóvlogom is erről a könyvről. Mind a kettő be lesz ide szépen linkelve a sarokba, ott meg tudjátok nézni. Szerintem abban a két videóban elég rendesen kivesézzük ezt a könyvet. Ez egyébként Leigh Bardugónak egy ilyen talán érettebb írása, mert ugye neki az Árnyék és csont volt az első könyve talán, ez pedig ugye jóval később jelent meg. Ez egy ilyen Dark Academia-szerű könyv, vagy a Dark Academia könyv, amiben a főszereplőnk Alex
a Yale Egyetemen felügyeli az ilyen okkult csoportok tevékenységeit, hogy ne essenek túlzásokba, és itt történik egy gyilkosság, amit ő elkezd fölgöngyölíteni, hogy köze van-e az okkult csoportokhoz, vagy nincs-e köze, és nagyon lassan indul be ez a könyv, ennyit elmondok róla itt még most ebben a videóban is, hogy ez tényleg az a könyv, ahol egy 200-300 oldalt végig kell gyűrnöd ahhoz, hogy igazán beinduljon, de hogyha eléred azt a pontot, ahol elkezdenek összeérni a szálak, és elkezded összerakni tényleg fejben a sztorit, és megérted, onnantól nagyon-nagyon jó lesz. Tehát viszonylag lassan építkezik föl, de utána ilyen király lesz. Szóval ennek úgy érdekes neki állni, hogyha az ember tudja, hogy nem szereti a lassan beinduló történeteket, akkor talán nem. De ha szereti, akkor ez mindenképp tudom ajánlani. Egyébként 17 éves kortól ajánlják magát a könyvet. Vannak benne elég durva jelenetek, amikhez gyomor kell, illetve érdemes utána nézni, mert a magyar címkék is tudnak segíteni abba, hogy milyen ilyen tartalmi figyelmeztetésekre érdemes figyelni, hogyha valaki valamilyen, mondjuk a szexuális erőszak témájára érzékeny, akkor óvatosan kell belemenni ebbe a könyvbe, mert ebbe van mindenféle durvább téma is. De nagyon jó, úgyhogy nagyon tudom ajánlani. És ez egy duológia lesz elvileg, úgyhogy jövőre jön angolul a második része, és remélhetőleg minél előbb jön magyarul is. És Lee Bardugo egyébként, itt is elmondom, hogy izraeli szerző is, mert ő Jeruzsálemben született, úgyhogy még lehet, hogy egy barangolást is fogok Lee Bardugónak szentelni, mert ugye én már ez a negyedik könyv, amit én tőle olvastam, mert ugye olvastam az Árnyék és Csont trilógiát is, plusz a Szentek élete, vagy mi az a kiegészítő kötet, azt is, The Lives of Saints, azt szerintem nem jelent meg magyarul. Szóval nagyon jó volt, és ezt a könyvmagyarázó kiadótól kaptam recenzióba, úgyhogy ezt is nagyon szépen köszönöm. Jó, a többi könyv pedig, amit olvastam a hónapban, az vagy hangos könyv volt, vagy képregény, és a képregényeket Esztitől kaptam kölcsön, amit már vissza is adtam neki, tehát őket nem fogok tudni most mutogatni. Az egyik képregény az a világ legcukibb képregénye, legszebb és legcukibb képregénye volt, ez a Tea Dragon Society, ami szerintem, ha csak ránéz az ember, már tudja, hogy cuki. A sztori lényege, hogy ilyen, nem is talán ez a lényege, de az így a körítés hozzá, hogy ilyen vannak ezek a kis teasárkányok, akik nagyon cukik, sárkányok, de amúgy ilyen túlélési ösztönök az nulla van, és az embereknek kell róluk gondoskodni. És annyira szép ez a képregény, annyira kedves, annyira jó, és annyira remélem, hogy egyszer kiadják majd magyarul is, de mindenképp ilyen must have könyv, tehát előbb-utóbb meg fogom venni. Ez csak három rész egyébként, tehát nem sok. Valaki jött. Szóval nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon cuki volt. Tényleg ez az igazi, hogyha kell egy kis boldogsághormon hirtelen, akkor abszolút tudom ajánlani, hogy ezt a könyvet, vagy ezt a képregényt olvassa az ember. Nagyon-nagyon jó. És a végében még voltak ilyen teasárkány fajták, meg jellemzők leírva. Fantasztikusan jó. Minden van benne, ami lehet, és tényleg ez a tipikusan nagyon kedves sztori. És azt néztem, hogy a szerzőnek egyébként van egy olyan képregénye is, amiben ilyen sellőpacik vannak, ami... sellőpacik. Ugyanebben a nagyon szép pasztelles stílusban, ami kell. Sellőpacik. Úgyhogy nagyon jó, úgyhogy mindenki olvasson Tea Dragon Society-t. Aztán a következő, ahhoz puskáznom kell, nagyon jó volt egyébként. Ez a Rabbits on the Moon című képregény volt, ezt én vittem fel egyébként Moira, és Maraconi, talán ez a neve, egy francia ember írta, és a sztori gyakorlatilag az, hogy egy kislány elkeveredik egy olyan faluba, városba, ahol az, hogy ő kislány és kint van az utcán, az ilyen nagy megbotránkozást jelent, mert hogy alapvetően itt ilyen állatok laknak, vagy hát ilyen emberi tulajdon. Tudjátok, ez az emberi tulajdonsággal rendelkező állatok, hogy ruhájuk van, meg járkálnak, meg beszélnek, és hogy úristen kislány került oda. És ez is egy ilyen pár részes képregény. Nagyon fura, az elején abszolút nem tudtam hova tenni, hogy ez mégis micsoda, amikor jött jöttek a besúgó hálózatos rendőrnyulak, akik abszolút nem értenek a munkájukhoz, és az energiát úgy termelik ebben a városban, hogy van egy ilyen
mi a factory? Gyár, ahol az a munkájuk a dolgozóknak, hogy hörcsögöket visznek egy mókuskerékbe, és a hörcsögök ugye hajtják a mókuskereket, és azzal termelnek áramot, és amikor egy hörcsög elfáradt, kell cserélni. És van benne egy beszélő macska is. Irtózatosan eszement és vird ez a képregény. Ettől függetlenül, hogy nagyon-nagyon fura volt, és nagyon nem tudta az ember hova tenni, iszonyat jó volt. Nagyon-nagyon tetszett, főleg lehet azért, hogy ennyire ilyen vird volt abszolút, de abszolút úgy vagyok vele jelenleg, hogy én ezt olvasnám tovább. Mert egyébként közben fölépített egy tök érdekes ilyen sztorit is mögé, hogy fog vajon a kislány hazajutni, meg miért nem szeretik itt a kislányokat, vagy miért problémák itt, mi a probléma a gyerekekkel alapvetően, illetve van benne egy ilyen uralkodó, akit így nem látunk személyesen, mert mindig csak robotokon keresztül, nem túl jól működő robotokon keresztül kommunikál, és mindenki valamiért azt akarja tőle a kislánytól, hogy valami pillangót kapjon el, mert hogy ebben a völgyben ilyen öröktél van, és ez valahogy ez a pillangó valamiért ennek a kulcsa, vagy valamiért fontos, és valamiért mindenki akarja, de csak a kislány tudja talán elkapni. Még nem teljesen tudom, hogy hova fog ez a sztori kijutni, de nagyon-nagyon tetszett. Most már nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hova fog ez a sztori kijutni, mert minden virtségével együtt nagyon-nagyon tetszett. És az utolsó könyv, amit szeptemberben fejeztem be, az Felix Zaltántól volt a Bambi. Erről, ugye mivel Felix Zaltán osztrák szerző, van is egy barangolás Európában részem, amit be fogok linkelni. Hát a Bambi nem lett egy kedvenc könyvem, Bambi karaktere nem lett egy kedvenc karakterem. Ez egy olyan mese, amiben nagyon realisztikusan ábrázolják az erdő élővilágának mindennapjait és halálát, főleg halálát, az nagyon sok van benne. Nem tudom, nekem nem jött be. Nem is azért, mert hogy nem a Disney Bambi rontott el az élményt, nekem csak simán nem tetszett. Ilyen traumatikus élményként éltem meg ezt a Bambit, vagy hát most annyira nem, de a gyerekként hallom, valószínűleg sokkal traumatikusabb élmény lett volna eredetiben, bár szerintem így is a rajzfilm is elég traumatikus pontokon. Szóval ennek egyébként van egy második része, mert hogy a Bambi valahogy sorozat, van egy Bambi gyermekei folytatása, de nem hiszem, hogy el fogom olvasni, mert nem. Én cancelolom Bambit. Nem jött be annyira. Ez is egy rövid olvasmány, illetve ez ugye mivel klasszikus, ingyenesen elérhető a Mac honlapján. Ugye, magyar elektronikus könyvtár. Szóval onnan bárki el tudja olvasni. Én ezeket a könyveket olvastam szeptemberben. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!